Nézd minket? Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük, segítsen nekünk, ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért alapítványnak. A Balaton idén is drága lesz, ezt a megállapítást sokan hangoztatják, azt követően, hogy megnézték a parti büfék, fagylaltozók árait. Van, ahol már 4000 forintos lángos is létezik, igaz, ez elég speciális, tonhalas. Stábunk a tó nyugati partja közelében nézett körül, ahol egy gombóc fagyi 600, egy sima lángos 1000 forint fölött volt kapható. Még az előszezon elején tart a Balaton, de már most sokan vannak, akik az ilyenkor hagyományos módon kezdik a tó körüli szolgáltatások drágaságát hangsúlyozni. 1000 forint fölötti fagylaltárak mellett a több ezer forintos lángosig terjed a paletta idén. Többen is azt mondták, ha valaki a Balatonra megy, akkor bele kell, hogy kalkulálja a kiadásaiba az árakat. Az árakat nem szoktam nézni, szerencsére nem kell vele foglalkozni, de abszolút a minőségre figyelek, tehát inkább legyen valami egy kicsivel drágább, de akkor megfelelő minőséget és jó minőséget kapja. Azt tapasztalom, hogy Füred ugye egy kiemelt hely, Tihany egy kiemelt hely, Keszthely inkább az idősebbeknek való, nagyon sokan vannak mindkét szállodába. Keszthelyen csak kevesen voltak a kikötő melletti büfésoron, az üzletek egy része még zárva tart itt a hétköznapokon. Ez a lángosütő azt mondta, hogy emeltek árat tavalyhoz képest, és reméli idén már nem kell az árakhoz nyúlni. Hát reményeink szerint idén már nem kell árat emelnünk. Március elején nyitottunk, akkor egy 100-ast emeltünk a lángos árainkon. A kürtös kalács árak az idén még maradnak, reményeink szerint. Hát reményeink szerint jó szezonunk lesz. Ennek a Gyenesdiási fagyizónak a tulajdonosa azt mondta, hogy a fagyi árát ők is kénytelenek voltak a költségeikhez igazítani. Itt 600 forintért adnak egy gombócot. Ugye elindulunk az 500 forintról egészen 750-ig, sőt van olyan, ahol 1000 forint is. Hát a mi esetünkben ugye az energiaár is azt mondja 40 forinttal kilovattonként, és akkor nem beszélünk arról, ugye az alapanyagok, amit a fagylaltokban használunk, a kakaópor ára az egekbe, akkor a cukorára az egekbe. Közben a demokratikus koalíció szerint az Orbán kormány a magas árakkal már a balatoni pihenés örömét is elvette az emberektől. Közleményükben azt írták, hogy a Balaton körbeépítése miatt már a legtöbb helyen csak egy kisebb vagyon kifizetése után lehet a strandokra belépni.